rezsihelyzet van Csömörön is. Az egész országhoz hasonlóan Csömörön a lakosság és az intézményeink is nagyon komoly takarékoskodási intézkedésre kényszerülnek. Mi ennek az oka? Egyértelmű, hogy Európában, Magyarországon is nagyon komoly energiaválság alakult ki, amit elsősorban az okozott, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, az agresszor Oroszország továbbra is folytatja ezt a háborút. Jelen pillanatban Magyarországot ez a háború egy nagyon rossz gazdasági helyzetben találta, ugyanis már a múlt évben elkezdődtek az árak emelkedései, ebben az évben ez folytatódott, és most a központi intézkedéseknek köszönhetően is nagyon komoly áremelkedések következtek be az otthoni rezsiszámlákban, az áram és a gáz díjak jelentősen megemelkedtek. Mit tehetünk egy ilyen helyzetben itt Csömörön, nagyközségünkben? Az elmúlt hetekben, másfél hónapban kollégáimmal, a polgármesteri hivatalban, az intézményvezetőkkel, képviselőtestület tagjaival nagyon sok olyan intézkedést dolgoztunk ki, amelyen megpróbáljuk az elkövetkező hónapokat minél inkább elviselhetővé, átvészelhetővé tenni a településen. Két nagy csoportra lehet osztani ezeket az intézkedéseket. Az egyik a közvetlen lakossági támogatások. Már szeptemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy jelentősen megemeljük a szociális támogatási keretünket. Ezen belül különös figyelmet fordítunk a lakhatási támogatásoknak az összegére, azoknak a növelésére. Emellett a rendkívüli tűzifasegély keretünket is megemeltük. Jelen pillanatban van elég jó minőségű tűzifa, környezetbarát erdőgazdálkodásunknak köszönhetően, amely rendelkezésre áll a kifejezetten rászoruló csömöri családok számára. Nagyon fontos, hogyha bárkinek problémája van, szociális megélhetési szempontból nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor forduljon a polgármesteri hivatalhoz, az igazgatási, szociális osztályhoz. Illetve van egy nagyon jól működő önkormányzati intézményünk, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, ott a hétköznapi megélhetési problémákat próbálják meg a szociális munkatársaink kezelni, forduljanak hozzájuk is bizalommal. Nagyon fontosnak tartjuk, és ez egy elég egyértelmű álláspontja volt a nemrégen ülésezett pénzügyi bizottságnak, hogy próbáljunk minden munkahelyet, amelyhez az önkormányzata közvetlenül köze van, közel 200 önkormányzati intézményben, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban dolgozó munkatársunk van, tehát próbáljunk meg minden munkahelyet megtartani, azért is, mert ezek a munkahelyek olyan számúak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a közösségi intézményeink normálisan működjenek. Optimális létszámban alakultak ki az elmúlt években a munkahely számok Csömörön. Az önkormányzati intézményeink működtetésének racionalizálása, és ez a másik nagy intézkedéscsomag, az elmúlt hetekben lényegében teljes konszenzussal az intézmény vezetőkkel megvalósult. Októbertől egy új működési rendre álltunk rá. Alapvetés volt, hogy az oktatási, nevelési, szociális intézményekben ne legyen semmilyen érdemi működési probléma. Csömörön egyetlen egy intézményt sem fogunk bezárni. Sőt, nem csak, hogy az intézményeinket nem fogjuk bezárni, hanem az egyéb közszolgáltatásokat is ugyanolyan színvonalon próbáljuk működtetni. Tehát természetesen lesz közvilágítás, a település karbantartása, közterületek fenntartása, zöld területek karbantartása reményeink szerint ugyanolyan minőségben tud zajlani az elkövetkező hónapokban is. És amire még külön figyelünk, hogy a közösségi intézményeink, sportcsarnok, sportközpont, művelősjáz, könyvtár, ezek az intézmények, amellett, hogy a működésük biztosított legyen, egy racionálisabb működéssel, működési nyitvatartási renddel, lényegében folyamatosan egy vagy két nap kihagyásra, de folyamatosan működjenek a téli időszakban is, hiszen a közösségi élet működése az nagyon fontos számunkra. Miért is tudjuk működtetni ebben a nehéz helyzetben intézményeinket? Két okból. Egyrészt az elmúlt években,
hosszú idő óta, racionálisan, takarékosan gazdálkodunk, nincsen hitelállományunk, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól végig gondolt település működtetést, amit a civil önkormányzatunk végez. A másik, hogy az elmúlt években nagyon sok épületenergetikai felújítást végeztünk, többek között kiemelném az általános iskola energiaellátását is biztosító sportcsarnok tetejére telepített nagymértékű napelem együttest, amely mind a sportcsarnok, mind pedig az általános iskola számára teljes egészében biztosítja az áramellátást. De ilyennek tekinthető az új egészségházban a hőszivattyú rendszer kiépítése. Hogyha végeztünk ilyen komoly energetikai beruházásokat, akkor az is megkérdezhető ugyanakkor, hogy miért van szükség mégis nagyon komoly racionalizálásra. Hát nyilvánvalóan azért, mert nagyon sok intézményben még előttünk állnak ezek a fejlesztések. Több olyan tervünk van, gyakorlatilag a teljes intézményhálózatra, minden önkormányzati épületre elkészítettük, néhány esetben most fejezzük be ennek a teljes épületenergetikai felújítási tervét. Ez biztosítja azt, hogy remélhetőleg rövid időn belül pályázati és önerős forrásból el tudjuk juttatni épületeinket arra a szintre, ami lényegében egy teljesen fenntartható és környezetbarát működést tesz lehetővé. De az átmeneti időben is nagyon sok olyan, elkövetkező néhány hétben, egy-két hónapban nagyon sok olyan kisebb-nagyobb beruházás, fejlesztést hajtunk végre az épületeinken. Itt a kollégáim nagyon sok mindent összeírtak, a kazáncseréktől kezdve, a egyes helyeken, ahol még nyilászáró cserékre van szükség, azokat is elvégezzük. Hűtő-fűtő klímaberendezéseket telepítünk egyes épületekbe, korszerűbb energia, racionalizálás szabályozást hajtunk végre. Tehát ezek azért is szükségesek, hogy legyenek saját fejlesztési forrásaink, tudjunk megtakarítani, hiszen, és akkor itt elmondanék egy számsort, nagyon komoly mértékben megnőnek a rezsiszámláink. 2021-ben 31 millió forint volt az önkormányzati, szűkevet önkormányzati épületeknek a rezsie. Mit jelent ez? Közvilágítástól kezdve a művelési ház, könyvtár, lakiúti óvoda, szociális alapszolgáltatási központ, egészségház, polgármester hivatal épület. Tehát összesen ennyi volt a rezsiszámlánk, ami intézményi szinten nem olyan nagy költség. Ebben az évben viszont 2022-ben év végéig a rezsi számlák emelkedése miatt ez az összeg 31 millióról 97 millióra emelkedik meg. A mostani számításaink szerint pedig a következő évben, 2023-ban 300 millióra, és ebben még nincs is benne a sportcsarnok. Tehát látszik, hogy egy óriási szám, körülbelül 300 millió forint hiányozni fog a költségvetésünkből. Ez éppen megegyezik azzal az összeggel, amit általában egy évben bármilyen típusú fejlesztésre, beruházásra, közterületi fejlesztésekre tudunk fordítani. Tehát mindenféleképpen takarékoskodnunk kell. Végezetül egy személyes véleményt, megjegyzést hagy mondjak. Nehéz lesz. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Ez az egy-két év mindannyiunknak, nem csak önkormányzatnak, hanem lakosságnak, családoknak nagyon nehéz időszak lesz. De kell bíznunk, kell egy kicsit optimistának is lennünk. Én például abba bízok, hogy az egy-két éves nehéz időszak után egy fenntartható, környezetbarát, külső körülményektől kevésbé függő energiagazdálkodást tudunk megvalósítani, mint Csömörön, mint az országban, mint egész Európában, amely sokkal racionálisabb és hatékonyabb gazdaságot fog majd jelenteni. Addig is, viszont ebben a nehéz időszakban azt kérem mindannyiunktól, hogy legyünk szolidárisak a nehéz helyzetbe került embertársaink felé, akár szomszédokról, akár utcabeliekről, ismerősökről van szó.